a The Black Rider című produkciónak a nyílt próbáján vagyunk. Ez Bob Wilson és William S. Burroughs, valamint Tom Waits hármas, szerzői hármasnak a, a darabja. Egy, egy ősbemutató lesz itthon. Én nagy rajongója vagyok, és nagyon-nagyon megörültem, amikor zöld, zöld jelzést kapott ez a, ez a produkció nem az a klasszikus történetmesélő színház az, ami, ami ez az az alapanyag, meg ami a Vilzoni alapanyag. Van persze benne történet, amit igyekszünk is elmesélni, meg kíváncsiak is leszünk arra, hogy, hogy milyen le egy jelenetnél önök mit hogy raknak össze, de azt meg így kérjük, vagy kívánjuk, hogy bátran engedjék el a fantáziájukat, és úgy kössék össze a jeleneteket, meg a jelentéseket egymással. Ez a Bűvös Vadász című mesének egy átdolgozása. Ez egy furcsa opera, horrormese, vásári komédia, nagyon sokfajta műfajt ötvöz az egészen szentimentális gicstől a, az ordinári sexista szexista poénokig. Mindenféle dolog van benne. Kicsit olyan, mintha egy, nem tudom, 40 éve Amerikában szakadt honfitársunk hazajönne és Cegléd restibe elmesélné a kömüves kelement úgy, hogy ő emlékszik rá. Az egész világ egy újra mesélés, tehát egy picit, picit ilyen brechti tandráma is hajaz. Tehát olyan, mintha lenne egy trupp, akik össze, összeállnak és el, elmesélik ezt a történetet, hogy miért nem szabad paktumot kötni az ördöggel. Mert annak bizony nem lesz jó vége. Vízön nagyon sok rétű művész, nem csak rendező, hanem képzőművész is egyébként, és úgy is fogja fel a színházat, mint a, a képzőművészetnek a folytatását, vagy kitágítását. Ez azért nagyon fontos, mert ő össz, összművészeti alkotásokban gondolkodik ő, tehát hogy úgy, úgy komponál, úgy találja ki az előadásait, hogy abban a látványnak, a zenének, és harmad részt a szövegnek, a történetmesélésnek is egyforma súlyú szerepe legyen. Ami fontos, még látványilag az a zene, ami úgy, és nem egy ilyen filozófikus dolog, hogy, hanem hogy a zenekar az az emelvényeken foglal helyet. Ő hat, ugye hat, hat zenész lesz, Szerpi? Lesznek zenészek, tehát hogy itt, szóval nem, nem egy ilyen. Szóval hogy él, élő zene lesz, amit szerintem nagyon fontos, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt. Ezt is sikerült megkapnunk, ezt a lehetőséget. És hát ugye ennél a műfajnál a látvány az elengedhetetlen. En, en, ebből most önök semmit nem fognak látni, de lehet, hogy ez nagyon jó, mert hogy viszont a fejükbe összerakhatják a, a dolgokat, és, és itt még a színészek is esélyt kapnak, hogy ők játsszák el azt, amit szeretnének. A többi látványelem aztán nem maradjon meglepetés, ma úgyis egy próbára jöttek. Úgyhogy az első jelenet rögtön egy kikiáltó jelenet, amit most kihagyunk, pedig nagyon-nagyon jó, higgyék el de azt most nem fogjuk megnézni, hanem a zenei, a zenei indulást, a zenei nyitánytól fogunk menni, ahol bemutatjuk a szereplőket, és megismerjük ezt a családot, ahol ez a történet játszódik. Remélhetőleg addig eljutunk, és akkor ott majd elkezdünk próbálni. Köszönjük szépen!